Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Krasznai Csaba, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője és egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na hát, ha valamikor, akkor önre most nagyon nagy szükség van Amerikában, meg a világ legkülönbözőbb pontján. Hol is hagytuk abba? A múltkor újra számolják Amerikába a voksokat, és Trump elnök azt mondja, hogy elcsalták, de hajlandó ezt az elcsalt eredményt is tudomásul venni. Mi volt az ön szakmájának a szerepe ebbe a választásba? Mit, ha önre bíznák most, hogy tessék egy újabb fordulót tartani, mit döntene, hogy másképpen kell csinálni? Hát először is visszahoznám Chris Krebst, aki az amerikai választások kiberbiztonságért felelős vezető volt, és ez egyben az egyik legjobb szakember ezen a területen. És akit, hova lett? Hát Trump elnök egy tweetben kirúgta szegénykét a múlt héten, mert hogy ő azt mondta, többször is elég hangsúlyosan, hogy ilyen kiberbiztonsági szempontból ilyen biztonságos választás még nem volt az Egyesült Államokban. Hozzá tartozik, hogy rengeteg fedett művelet kellett hozzá, például az amerikai hadsereg, a US Cyber Command, ugye a kiberparancsnokság, például igen hatékonyan írtotta ki azokat a támadó képességeket más országok területén, amivel be tudtak volna avatkozni a választásokba. Illetve Chris Krebs, aki egyébként korábban a Microsoftnál is nagyon hasonló pozíciót töltött be, fölépített egy olyan erős csapatot, amelyet úgy néz ki, hogy az új adminisztráció is tovább fog vinni. Úgyhogy ő biztos, hogy hiányozna egy ilyen újraszámlálásos, újraválasztásos helyzetben. Ez az amerikai elnök gyengeségét, hirtelenségét, vagy a helyzetet nem látta át, és azért adott neki nyúlcipőt? Az én érzésem az, hogy ez egy kicsinyes bosszú volt, ugyanis nem igazán illett bele abban a narratívába Chris Krebs mondata, amit Trump elnök, illetve a környezete próbált megvinni a választások után. Ugye ezt én múltkor is elmondtam, hogy az amerikai elnök választás mikéntjével kapcsolatban, lebonyolításával kapcsolatban, az nem az én szakértem, az egy szobával mellettem van az egyetemen. Viszont amit lehetett látni, és ezt itt ugye a kiberbiztonsági szakterületen nagyon sokszor és sokat olvastunk erről a témáról, semmi jele nem volt annak, hogy akár a választási rendszer belső manipulálása, akár pedig a külső beavatkozásra bármilyen jel lett volna. Igen, természetesen az amerikai, mint ahogy egyébként más területeken is a választások befolyásolhatóak, lennének elvileg, vannak rá olyan lehetőségek. Választás befolyásolni egyébként kiber szempontból három területen lehet. Az első a választások előtti időszakban, ezt nevezik információs műveleteknek, ahogy talán a hallgatók, nézők ismerik, ezek ugye azok a bizonyos fake newsok, álhírek, amik a közösségi médián terjednek. A második szakasza maga a választási rendszereknek a befolyásolása lehet. Ezzel kapcsolatban 2012-ben voltak aggályok az Egyesült Államokban. A harmadik fázisa pedig a választások után, amikor hitelteleníteni próbálják a választások eredményét. Hogy ebből mi történt meg, sok választásról olvastam híreket, de ebben a pillanatban, így három héttel a választás után, az Egyesült Államokkal kapcsolatban nem merült fel olyan aggály, ami a számítástechnikai oldalról jönne. Nagy szerencse van, hogy én a tudniilliket betartom, és hogyha éjjel 3 órakor történik valami, amit azonnal meg akartam kérdezni öntől, hogy na most akkor mi van, segítsen megérteni, így most megteszem egy kicsit elcsúsztatva. A Közel-Keleten esős évszak van. Annyit jelent, hogy esik az eső. A gázai sávba, amit Hamasztánnak becésznek a politikai magyarázók, zuhog az eső, be vannak állítva, sokan vitatják, hogy ezek rakéták vagy nem rakéták, és az eső hatására az egyik rakéta elindul, magyarázza ezt a Hamasz megfelelő embere. A világ legjobb válasz rakétái, akiknek a feladata lenne a levegőbe ezt leszedni, nem indul el és nem szedik le, hivatkozva az időjárásra. A rakéta becsapódik egy lakótelep melletti iparnegyedben.
majd percekkel később egy résen lévő tankból az egyik őrmester, tehát a legalacsonyabb szintű, valaki úgy dönt, hogy válaszreakció kell, és mindenféle utasítás nélkül lövedéket lő ki a Hamasztánba a kilövés helyszínére. Van-e itt valami teendője a kiberbiztonságnak? Mert hogy rakéták elindulnak, vagy nem indulnak el, azt olyan műszereken mérik és figyelik a nap 24 órájában, ami az ön szakmájához tartozik, akkor is, ha esik az eső, tehát ha én a műholdról látom, hogy valaki fuldöklik-e a tengerből, és még fölugrik, és levegőt, akkor azt is látom, hogy ott van egy rakéta, amit csőre van töltve, és összeér a víztől esetleg két valami. A rakéta elhárító szerkezetek, amik milliárdokba kerülnek, és tényleg el kell dönteni se perc alatt, hogyha nem lakott területe és a pusztába fog menni, hogy nem érdemes a kupolát kilőni rá. Azon kívül, hogy lehet, hogy a tank kapitánya vagy parancsnoka nincs összeköttetésben ezekkel, vagy azt is az eső mossa el? Az biztosan nem. Kovács László dandártábornok úr Magyarország kiberparancsnokának volt egy számomra nagyon emlékezetes nyilatkozata, már csak azért is, mert ő volt a doktori témavezetőm annak idején, aki azt mondta, hogy ezek az új harckocsik, amiket most beszerez Magyarország a Leopárdok, ez tulajdonképpen 60 tonna vas, ami körbevesz egy számítógépes hálózatot. És én is dolgoztam olyan helyeken, ami teljesen civil felhasználású szoftvereket használt. Én utána néztem, ez egy Merkava volt a helyszínen. Tehát én is dolgoztam olyan helyen, ahol civil szoftvereket fejlesztettünk, amiről kiderült, hogy egyébként francia harckocsikban is használják azt a szoftvert. Tehát, hogy hogyan lehet kommunikálni, vagy nem kommunikálni, és mi az én szerepem, vagy az én szakmám szerepe ebben az egészben. Azt kell látni, hogy jelenleg a világ úgy tartja, hogy a kibertér, az ötödik hadszíntér, föld, víz, levegő, világűr és a kibertér. Azaz minden olyan hadsereg, amelyik képes ezt az öt, vagy ebből az ötből legalább 3-4 harcteret valamennyire összehangolni, az nyilvánvalóan a kiberteret is használja. Tehát ott a Közel-Keleten, meg egyébként a világ más részein is arra törekszenek, hogy például a föld, tehát ugye a harci hadviselés, illetve a légi hadviselést mindenképpen támogassák, illetve zavarják egyik és másik oldalról a kibertéri képességekkel. Ez az egész úgy kezdődik, hogy van egy elég alapos felderítés. Amikor ugye kommunikálnak egymással a felek, akkor már a szándékokat azért elég jól lehet szerezni. Ez régen rádiófelderítés volt, ma már azért ezek főleg informatikai, számítástechnikai alapú kommunikációnak minősülnek, amiket valahogy el kell kapni, valahogy dekódolni kell, valahogy föl kell dolgozni. Nem újdonság, második világháborúban is azért jelentenek a számítógépek, hogy a titkosítások felfedhetők legyenek. Hogyha megvan a szándék, akkor a lehető legjobban meg kell előzni azt az adott csapást. Igen, a modern fegyvereket informatika irányítja, tehát hogyha az informatika irányító rendszerekbe képesek valahogy valamilyen módon beavatkozni, akkor a célzás, a szándék, az irányítás, stb. Ezek megzavarhatók. Na de itt az események színhelyén a világ egyik legjobban felkészült és kibertechnikát is használó hadserege az egyik fél. Erre azt tudom mondani, hogy Iránban történt egy olyan eset, amikor hogy nem egy felderítő drón, amerikai felderítő drón valahogy ott lepottyant Iránban, ami fölmerül a kérdés, hogy nyilván nem az üzemanyag fogyott ki belőle, hanem valahogy sikerült ugye lekényszeríteni, a földre kényszeríteni. Ott azon a környéken, bár én bizonyítékot nem olvastam még erről, de hát Irán itt azért... Izrael és Gáza. Igen, ami Irántól nincsen annyira nagyon messze, és ráadásul úgy az érdekek sem állnak olyan nagyon-nagyon messzire. Sőt, konkrétan vannak ugye ott azért ilyen jellegű dolgok. Sőt, a Hamasztánnak az eszközök nagy részét Irán szállítja. Erre próbáltam utalni. Tehát akkor győzött az iráni technika, és nem az amerikai, izraeli? Ez minden további nélkül előfordulhat. Tehát azért ne felejtsük el, hogy időnként
hogy mondjam, egy kőhajítással is lehet győzni, hogyha a másik felet... Igen, a Bibliában láttunk már ilyet, de az régen volt. Nem, tehát itt azért nagyon-nagyon komoly képességek vannak. És amire én ki akartam lyukadni, azért ott van Irántól nagyon nem messze, és érdekben sem nagyon nem messze Kína és Oroszország. Arra vannak jelek, hogy Oroszország és Kína a kiber területen összejátszik, azaz, hogy vannak olyan közös projektek, amiket el tudnak indítani. Miután ugye Irán igencsak kitett az amerikai támadásoknak, egyáltalán nem kizárt az, hogy vannak ott olyan tanácsadók, akik azért masszívan figyelik, hogy hogyan működik az amerikai és az izraeli technológia, és bizonyos érdekek mentén vannak olyan információ megosztások, amiket nyilván továbbadnak a harc szintérre, ahol ki lehet próbálni, hogy azok a technológiák vajon működnek-e. Most hadd ugorjak egy picit el a Közel-Keletről, csak ide Ukrajnába. Ugye Ukrajna és Oroszország között azért 2014 óta egy alacsony intenzitású háború folyik. Talán nem túlságosan nagy meglepetés, hogy ott vannak azért azok a nyugati hírszerzők, akik a műszaki oldalról is próbálják kideríteni, hogy igen, hogyan is működnek azok az orosz fegyverek, mert hogy amikor egy éles háború, egy nagy háború indul el, akkor nem akkor kell földeríteni, hogy hogyan működik a másik fél technikája. Ugye a gázai, palesztin-izraeli helyzet egy kiváló lehetőség arra, hogy egy kicsit megkopogtassák, hogy Izraelnek milyen képességei vannak, és hogyan lehet azt valamilyen módon befolyásolni. Mert tényleg az eső hatására egy rakéta el tud indulni. Dehogy tud elindulni. Hát, vagy hogyha... és utána, bocsánatot kértek, ez már a második az elmúlt két hónapban. Hát akkor lehet, hogy ott valamit nagyon a nedvességvédelemmel tenni kell. Kevéssé tudom azért ezt elhinni. Ugye ez megint csak egy információs művelet. Mit mondok a sajtóban, mit állítok, mi történt. Ugye, hogyha a sajtóban bocsánatot kérek, és azt mondom, hogy elnézést, ez egy véletlen volt, akkor adok a másik félnek egy lehetőséget arra, hogy ne eszkalálja. Órákkal később az izraeli légierő a területeket a földszínével tette egy. Hát ez akkor az eszkalációk nem sikerült elkerülni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és bízunk benne, hogy békésebb dolgokról fogunk legközelebb beszélni, ha bár a helyzet fokozódik. Köszönöm, hogy velünk volt. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Krasznai Csabát látták és hallották, az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetőjét, egyetemi tanárt. A pont...